Balatonfenyvesi kisvasút. A rákosi korszak okozta társadalmi és társebek szerencsére már a begyógyultak, vagy eltűntek, de még ma is találunk olyan helyeket, ahol a múlt ma is jelen van, sőt, a jó szolgálatába állt. Ilyen a Balatonfenyvesi gazdasági vasút, ami a gazdasági vasutak utolsó, ma is üzemelő képviselője. A története 1950-ben kezdődött, hogy a Balaton nagybereki állami gazdaságszállítási igényeit biztosítsa. A politikai foglyok rabszolgamunkájának a kender és a cukorrépa szállítását kellett volna elősegíteni. Rákosi bukása után a munkatábort bezárták, de a vasút fejlesztése folytatódott. 1956-ban megkezdődött a menetrend szerinti személyszállítás is, hogy a majorok lakosságának munkába, iskolába, orvoshoz járását biztosítsa. A nagy álmok korában a szórakozásról sem feledkeztek meg. Imre majorban 500 férőhelyes színháztermet alakítottak ki. A tervek megvalósítását a pénzhiány megakadályozta, de így is 62 kilométernyi vonal épült ki. A teherszállítás az 1960-as években élte fénykorát évi 130 ezer tonna forgalommal. Főleg műtrágyát és takarmányt szállítottak be az állami gazdaságba, és tőzeget, mésziszapot és trágyát hoztak ki a berekből. 1990-ben azonban az áruszállítás megszűnt, sőt, a személyszállítás körülményei is egyre mostohábbak lettek. 2002-ben a csisztapusztai és a táskai vonalon is leállt a személyszállítás. Az elmúlt években azonban fejlesztések kezdődtek a Somogy-Szentpáli vonalon, újabb dízelmozdonyok is forgalomba álltak, sőt, nyitott kocsi és kerékpárszállító vagonok és az utasokat szolgálja. Ezzel az idegenforgalom is egyre nagyobb szerepet kap a majori lakosság kiszolgálása mellett. S talán egyszer a csisztai vonal is életre kell, ami az egész térség idegenforgalmát fellendíthetné.